Máté Andrásnak, az RMDSZ Kolozs megyei elnökének papagájai vannak az irodájában. Ma Emil Bock frissen megválasztott és hivatalba iktatott polgármester megetette a teknős békáit. Ön nem gondolt arra, hogy valamilyen ilyen szerű háziállatot tartson az irodába és foglalkozzon velük? Nekem ezt a csatát elsősorban otthon kell a gyermekeimmel megvívnom, lévén, hogy ez egy régi kérdés, hogy háziállatokat, igen, nem, s ha igen, milyen háziállatot, a kutya és a hörcsög kérdése merült fel nagyon hangsúlyosan az elmúlt napokban, úgyhogy az iroda valószínűleg majd utána következik, ami után otthon sikerült eldönteni, hiszen nem valószínű, hogy ezzel kell a jó példával előjárjak a gyermekeknek, hogy egyszer ide, aztán csak azután haza engedem majd, vagy adom be a derekam ebben a kérdésben. Milyen volt a mai nap, a polgármester asszony? Mivel kezdődött? Hát a mai nap 8 előtt pár perccel kezdődött, amikor már az újonnan hivatalba lépő polgármesterrel és alpolgármester kollégámmal megbeszélést folytattunk a polgármester irodájában, amelyet követett az a munka megbeszélés, amelyről már megjelentek bizonyos információk a sajtóban. Ezen részt vett a hivatal valamennyi vezető tisztviselője, köztisztviselője, lajstromoztuk az előttünk tornyosuló problémákat, megpróbáltunk tisztában látni a szoros határidejű projektekbe, tervekbe, és hát így módon kezdtük el a napirendre térését a hivatal munkája felett valamennyiünk számára, valamennyiünknek. Melyek lesznek ezek a prioritások? Mit tárgyaltak? Ezt a megbeszélést, amelyet ma rövid fél órában lefolytattunk, követi az elkövetkező napokba, követte ma egész nap egyenként a különböző főosztályokkal konkrétan folytatott, konkrét témakörökben és problémákban folytatott megbeszélések. Én azt gondolom, hogy ezek a napok az adminisztratív kérdések tisztázásával, számítógép beállítása, e-mail címek, névjegykártya nem fog sokat tartani, ígérem, de mindenképpen erre szükség van. Egy barátságos, emberközeli irodát szeretnék itt, ebben a hivatalban, amely úgy gondolom, hogy jó, ha ugyanez a helység marad, hiszen így mindenki könnyen megközelítheti, így az ajtaja nyitva maradhat, nyitva állhat minden kolozsvári magyar ember számára, minden kolozsvári ember számára. Ugyanakkor, hát egy picit, mint mondottam, emberközelibb, barátságosabb berendezést szeretnék, egy olyan helyet, ahol bárkinek elintézni valója van, helyet tud foglalni, kényelmesen meg tudja várni azt, hogy erre a problémára sor kerüljön, meg tudjuk beszélni. Lesznek-e változások, mondjuk akár személyváltozások az ön közvetlen munkatársai tekintetében? Szeretném hinni, hogy bővíteni tudom a munkatársak körét, nem csak az intézményen belül, ez egy csak nem 900 alkalmazottal rendelkező közintézmény. Itt bővíteni szeretném a magyar nyelven is beszélő, magyar ajkú, magyar anyanyelvű alkalmazottak körét, és ezt itt kell ebben a hivatalban, ebben az irodában elkezdeni. Igen, úgy gondolom, hogy szükség van egy olyan emberre, és itt most nem azért, mert Olivér kérdezi, aki a magyar sajtóval napi kapcsolatot tud tartani, tájékoztatni tudja önökön keresztül és az önök segítségével a magyar közösséget mindarról, ami naponta ebben a hivatalban történik, hiszen a munka rengeteg, ezt viszont az embereknek látni kell, követni kell, nyomon kell, hogy tudják követni, mint ahogy az eredményeket is. Magyar vonatkozásban melyek lesznek esetleg az első intézkedések, vagy melyek a legsürgősebbek? Hát 11 pontot is vehetjük, mondjuk, de nem feltétlenül azt, hanem azokból néhányat, vagy magyar vonatkozásban mivel kezdeni a tevékenységét? Én megköszönöm azt, hogy pénteken, amikor ugyanezt a kérdést taglaltuk, türelmet, bizalmat tanúsítottak önök felé, önök felénk. Én ugyanezt a türelmet és bizalmat kérem az elkövetkezendőkben, hiszen meggyőződésem, hogy ez a munka nem lehet és nem szabad cirkuszi mutatványhoz hasonlítson. Én azt gondolom, hogy lévén, hogy választási évben vagyunk, nagyon nagy diplomáciával,
ugyanakkor nagyon határozott fellépéssel és következetes munkával kell ezeket a kérdéseket, a 11 pontot, és nem csak kezeljük, és megoldásokat találjunk rá záros határidőn belül. Azt viszont, hogy úgy sorjázzuk ezeket, hogy ez az esetleges folyamatok hátrányára váljon, ezt nem szeretném. Ezért kérem azt minden kolozsvári magyar embertől, mint ahogy tettem azt pénteken is, hogy tartsa nyitva a szemét, és a mi tájékoztatásunkkal, illetve a saját maga által megtapasztalt eredmények mentén ítélje meg ezt a tevékenységet, amely az elkövetkező hetekben elindul.